Három hónapos szünet után beindult az élete a Tolna megyei Tekesport fellegvárának számító Pakson. Már zajlik két osztályban is a városi bajnokság, amit a közeli napokban egy erre ráhangoló verseny, a Paks Kupa előzött meg a Sporták Kishegyi főhadiszállásán, a rendelkezésükre álló kétsávos pályán. Megszűnt a veszélyhelyzet, tehát most nyár végén már tudtunk rendezni újra ilyen egyéni versenyeket. Mit veszel észre a saját teljesítményeden, hogy ez valóban meghatározza amatőr szinten is, hogy az ember nem tud jönni, és kiesik a formából? Mit érzel, amikor odaállsz a tekepálya kétsávos elé, és dobsz ki, tizettel izel mondjuk? Hát igen, aki rendszeresen tekézik, legalább minden héten egyszer, annak, aki hagy egy három hónapot, az nagyon megrázó, utána újra elkezdeni a tekét, tehát elkezdenek adok az izmok fájni, amik már évek óta soha nem fájtak, mert rendszeres mozgás benne volt. Mik voltak ezek, amikor kenegetni kellett rendesen? Hát annyira kenegetni nem, de azért előjönnek, tehát igazából ugye a combizom és a farizom, ami előjön, hogy húzódik, és ugye egyre több edzést kell végrehajtani, hogy ezek eltűnjenek ezek a fáradtságok az ember izmaiból. A nyár búcsúztató Paksváros egyéni versenyen nők, férfiak együtt indultak, de természetesen külön díjazták őket. Pakson a szabadidősport szinten felettébb népszerű a teke a hölgyek körében is. Ezen a versenyen az indulóknak csak nem fele hölgy volt. Legtöbb nő nem tekédik annyira rendszeresen minden héten, a férfiak többet járnak, és vagy egy kicsit rutinosabbak is, de így legalább tudjuk díjazni a lányokat is, az urakat is. Egy 40 gurításos versenyt láthattunk, 10 telizéssel, ugyanennyi tarolással, 160 dobás, pályánként legalább 80 fát kellett teljesíteni a legjobbaknak, akik a szűkebb élmezőnybe akartak végezni. Mindig a telizés a legnehezebb, főleg akkor, amikor már csak egy vagy két bábú áll. Stanóné Köröztös Lívia az egyik legjobb női tekézőnek számít Pakson, a rendszeres atlétikus testmozgás mellett ez adja a legtöbb élmény számára a sportolás során. Nekem legalábbis nem fizikálisan dől el, hogy milyen eredményt érek el egy adott napon, hanem elsősorban az, hogy mennyire tudok koncentrálni, mennyire vagyok ott a pályán, és egy-egy rossz gurítás után is tudom úgy rendezni a gondolataimat és a képességeimet, hogy oda tudok koncentrálni utána újból. Tehát én alapvetően nekem a fizikai edzettségem megvan, mert ugye amúgy is futok, meg sportolok mást, és inkább a pszichésen ad olyan élményt, ami miatt újból és újból szívesen jövök. Családi jelleget is ölt a tekesport Pakson, előfordul, hogy a nagypapa, az unoka is beszáll. Sokszor előfordul, hogy megtellik a tekéző, ami jelzi, bizony kinőtték már a létesítményt, és mindig fölvetődik, ha már ennyire népszerű sportág lett a teke az atomvárosban, bizony el kellene már egy négysávos pálya is, a jelentkező, egyre jobban jelentkező szabadidősport igények és a versenysportba az országos bajnokság valamelyikébe való szereplés okán is. Persze ez utóbbi momentán nincs napirenden. A városi bajnokságra felkészítő Paks kupát a férfiaknál az esélyes Vencel László, a nőknél Stanóné Köröztös Lívia nyerte. Csak a versenyzők vannak legalább 120-130-an, és ha ezt még kiegészül a kísérők, akik kijönnek, családtagok esetleg, és itt meg akarják nézni, mint nézők, ugye akkor akár 200-300 ember is összejön egy évbe, aki ide jár rendszeresen.